dolgon, külső dolgunk itt az arcnál, hogy az egész arcnak a nagy része egy ilyen világos folt. Igaz? Tehát, hogy elég nagy az a terület, ami egy színű. És hogy mik azok, amik nem egy színűek. Itt a homlokán van egy ilyen barnásabb folt, látod? Itt alatta egy kicsit ilyen vörösesebb, és ami itt a homlokán van barnásasabb folt, az megegyezik azzal, amivel az orra ki van árnyékolva, az orrnak a bal oldala, meg az orrnak a jobb oldala, orjuk. Ez is, igaz? Jó? És akkor itt az arcán az élén van fehér, nagyon világos, meg az orrnak a tetején van nagyon világos, meg a szemhéjak tetején van. És minden más, ami nem szemhéj, nem orr, meg nem ez az áll rész, az egyel sötétebb rész. Tehát az egy kicsivel sötétebbek. Tehát összesen nekünk kell egy tónus, kettő, három, négy. Jó? Tehát négy tónus, aki fogjuk tudni keverni, vagy meg tudjuk csinálni az egész arcot. Ez viszonylag kevés ahhoz képest, hogy milyen arcbőrök szoktak lenni. És akkor én azt javaslom, hogy csináljuk meg először ezt a foltot, és hogy ennek a színe megvan, akkor ezzel a színnel ki tudjuk árnyékolni az orrnak a foltjait is. Jó? Utána megcsináljuk ezt a vörösesebb foltot, megcsináljuk a legvilágosabbakat, és minden, ami marad, az meg majd egy egyen sötétebb árnyalat lesz. Egymásra, tehát egymásra is festeni a színeket, meg összedolgozni az átmeneteket. És mindig az első rétegnek a célja az csak az, hogy a formák a helyén legyenek, a formák és a tónusok a helyén legyenek, és akkor a második réteg célja az, hogy összedolgozzuk ezeket az átmeneteket. Az összedolgozásnál van az, hogy ugye mire össze kéne dolgozni, már megszáradtak a színek, és ez az akrilfesték az olyan, hogy hiába raksz ide vizet, nem tudod feloldani. Ha tempera lenne, akkor föl tudnánk oldani. Jó, tehát hogyha belemártod az ecsetedet a színbe, és azt látod, hogy sok rajta a festék, akkor egy ilyen szalvétába töröld le egy picit. És akkor úgy csináld meg az átmeneteket. És mindig az fontos, hogy csak akkor tudod ezeket az átmeneteket csinálni, amíg még nem száradt meg. Ha megszáradt, akkor már nehezebb. És mert akkor már nem tudod, akkor kell rá újból réteg. Tehát ezért mindig csak két szomszédos színen tudsz dolgozni, jó? Tehát mindig úgy mész, hogy csak a szomszédos színeket simogatod össze. Minél többször rámész egy területre, annál jobban néz ki a kép egyébként. Tehát, hogy minél több rétegünk van, minél többször átszínezed, annál szebb.